Persze néhány évtizede volt, amikor advent és karácsony eljöttével az emberek nem úgy ünnepeltek, hogy fényárban úszott az egész ország, és reklámok özöne hívta a figyelmet fel az ajándékok bő választékára, hanem úgy, hogy az ünnep elsősorban a lelkekben ragyogott fel. A fényt az adventi koszorún és karácsonykor a fenyőfákon a nyugodt, békés lángú gyertya adta, amely az emberek szívét melegséggel és örömmel töltötte meg. Régen nem volt lehetőségük az embereknek drága, a valódi igényeket felülmúló, sokszor felesleges ajándékokkal meglepni egymást. De a világ megváltozott körülöttünk, és mi magunk is. Ma már nem az igazi emberi értékekre figyelünk, mint a szeretet, becsület, tisztesség vagy igazság, hanem teljesen más tartunk értéknek. Sok ember nem tudja, mi hiányzik az életéből, pedig ez nem más, mint az igaz szeretet. A bennünk rejlő különbségek mégis egy valóságra irányítják figyelmünket. A szeretetre, Istenre. Aki nem szeret, nem ismeri Istent, mert Isten maga a szeretet. Nekünk, mindannyiunknak az a küldetésünk, hogy a reményt tápláljuk a körülöttünk élő társainkban. A karácsony titka az, hogy megmutassa a szeretet útját, hogy megváltsa életünket. Ha egymást tápláljuk, kiegészítjük egymás hiányosságait, értelmet és örömet adunk egymás életének. Az egyesületünknek a célkitűzés elsősorban a közösségépítés. Próbálkozásaink során rádöbbentünk arra, hogy a karácsonyi vásárra való készülődés az is egy közösségépítés. Picit elcsendesedünk, magunkba szállunk, eljövünk közösséget építeni, együtt dolgozni, együtt munkálkodni, együtt beszélgetni és a szeretet jegyében készülődni karácsonyra. Az idei készülődés advent első hetében kezdődött, minden héten összegyűltünk 30 gyerek általában, nagyobbak, kicsik is jöttek, akiknek valójában egy kicsit megmérettetés volt számunkra, hogy programot szervezünk, mert általában ők a festésekkel tudtuk őket lefoglalni, tehát oda kellett külön egy pedagógus, aki velük foglalkozzon, a felnőttek készítették a nehezebb dolgokat, a gyerekek előkészítették például a képeslapokhoz, a háromdimenziós képeslapokhoz a ragasztáshoz szükséges képanyagot, a kisebbek azok nem dimenziós képeket készítettek, hanem egyszerűbbeket, a képrámákat, a kopogtatókat felnőttek segítségével, minden asztalnál volt egy-egy felnőtt, és örömmel kell mondjam, hogy a pedagógusok nagy része bekapcsolódott a tevékenységekbe. Nagyon sok felnőttet, nevelőt, pedagógust tudtunk megszólítani az idén, akik részt vettek és segítettek az idei kézműveskedésekbe, amiket majd itt láthatnak önök az asztalainkon, amiket eladtunk. Mézes kalácsokat készítettünk, nagyon szépeket, díszeket, kopogtatókat, adventi koszorúkat és képeslapokat. Ezen kívül pedig a vásárban kaphatóak játékok és ruhanemők, mindenféle más egyéb. A tavaly nagyon kevesen jöttek el, úgy a vására, mint az előkészületekre. Nem számíthatunk annyi emberre, mint az idén. Idén már tudták, hogy mit szeretnénk ebből a vásárból, ebből az előkészületből kihozni, és így eljöttek és segítettek nagyon sokan minket. Nyájában arra jár,
igazi karácsony előkészítő adventi hangulat volt, a gyermekek nagyon bele voltak merülve a munkákba, dolgoztak, és nagyon jó volt látni azt, hogy a felnőttekkel milyen jó a gyermekeknek a kapcsolata, hogy egymást kisegítették, kérdeztek, halkan beszélgettek, és a gyerekeknek a kreativitása is érvényesülhetett ezekben az előkészületekben. Tehát én abból, ahogy jöttek a gyermekek, és ahogy elmélyülten dolgoztak, és amilyen szívesen voltak jelen, én abból csak azt látom, hogy biztosan jót tett nekik, mert tehát egyrészt azért is, mert szerették azt, amit csinálnak. Tehát ez a kézműves foglalkozás, azt hiszem, hogy leginkább értelmet ilyenkor kap az adventban, amikor tudjuk, hogy valakire gondolunk akkor, amikor valamit készítünk, valakinek szánjuk azt a munkát. Akkor pedig, hogyha egy vásárra készülnek, és főleg itt ezek a gyermek, otthonos gyermekek, ilyenkor úgy érzik, hogy ők is tudnak tenni valamit a közösségért. És azt hiszem, hogy ez ebben a lehető legfontosabb. És nagy örömmel és nagyon-nagyon szívesen tettek és dolgoztak. Most saját magukért, és azért, hogy itt megvalósulhasson a szemet gyönyörködtető kiállítás. És ha csak kiállításnak vesszük, de nagyon-nagyon remélem, hogy nem csak kiállítás, hanem bevétele is lesz a közösségnek, és fordíthatják majd vissza a gyerekeknek a hasznára. Kién Katalin, osztrák kolléganőm és volt barátnőm, eljött, hogy kiállítást, jótékonysági kiállítást állítsunk ki neki, és Csernátoni gyermekjogvédelemnek adjuk a bejövött pénz összeget. Így behívtuk a tiszteletes urat és a tisztelendőasszonyt, ott volt a kiállítás megnyitó, és mondtuk, hogyha még gyűlösszel pénz, azt is kihozzuk az árváknak. Azután megígértük nekük, hogy jövünk majd karácsonyba, és hozunk még nekük valami ajándékot. Kién Katalin küldött külön kis csomagokat, édességeket, mi is vásároltunk. Ezen kívül ruhagyűjtés akciót szerveztünk. Nagyon szeretettel jöttünk ide, nagyon szép szereplést láttunk tőlük, és örvendünk, együtt lehetünk. Mindenkinek áldott karácsonyi ünnepeket kívánok! Újdonságot jelent az is, hogy ingyen teát szolgálunk fel, a nők hozták a rengeteg süteményt, amire adományokat fogadunk el. Az idéni adományt tulajdonképpen a tehetséges gyerekeknek a fejlesztésére szeretnénk fordítani. Természetesen a karácsonyi csomagokra is egy részét átadjuk.